Sziasztok! Nagy-nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket a téli időszak utolsó frissítésével, és az az igazság, hogy sikeresen lecsúsztam a hóviharokról, mert ugyanis a mai szerdai frissítés az 5. fejezetet írja le nekünk, aminek a címe, hogy az utolsó hó. Ez azt jelenti, annak mondom, aki még nem olvasta, és nem vájta bele jobban magát a téli rejtelmekbe, hogy ez a hét lesz az utolsó havas időszakunk Jorvikon, úgyhogy most élvezzétek ki, amíg lehet, mert később nem nagyon lesz lehetőségünk erre. Pontosabban valószínűleg csak egy év múlva, ami hát azért lássuk be, most még elég messze van, pedig egyébként még maradhatott volna, úgyhogy most összefoglalom nektek, vagyis nem összefoglalom, hanem megmondom nektek, hogy mégis mi lesz az elkövetkezendő egy héten. Riasztás, hóvihar, időjárás előrejelzésük szerint a hóviharok visszatértek. Merészkedj ki a hirtelen jött jorviki hóviharok zimankójába, és segíts ki azt, akinek szüksége van rá. A hóviharok véletlenszerű helyeken alakulnak ki Jorvikon minden nap reggel 8 és 10 óra, illetve este 5 és 7 óra között. Nem lesz nehéz észrevenni őket. Egy jól felismerhető hóforgatag jelenik meg az égen, ez vezet majd el hősöd küldetéséhez. Biztos. Hóviharokat csak a következő hétre mondanak, úgyhogy siess és találd meg őket. Húha. Ne feledd, hogy a hóviharok ideje a szerveridőtől függ. Minden havas krízis időszakban egy küldetés vár rád, azaz naponta kettő. Egy küldetés minden játékosnak elérhető lesz, egy pedig csak Star Ridereknek. A küldetései teljesítésekor téli zsetonokat kapsz majd. Az ehavi varázslatos lovak. Valami más is visszatért Jorvikra. A Winfellek és a Nixik. Ezek a varázslatos lovak a pandóriai energia erős befolyása alatt jöttek létre, ezért tudják a színüket változtatni. Egy Winfell ára 599 starcoin, egy Nixié pedig 399 starcoin. A február 1-i szerdai frissítés során távoznak majd, amikor más varázslatos barátok érkeznek majd látogatóba. Morlandben Gerigold Tooth szokásos táborában találhatod meg őket. Másodszorra. Harmadszorra. A végső fejezet. Minden történet véget ér egyszer. Havas kalandunk végső fejezete a következő szerdai frissítés során zárul le. Addig mindenképp költsd el a téli zsetonjaidat, és gyűjtsd be az összes ajándékot a gyúlfa alól. Továbbá ez a legutolsó lehetőséged a téli kívánságok beváltására a téli falusere üzletében. Figyelj, low XP-re, Jorvik shillingre vagy tűzijátékra cserélheted be őket. A jövő évben már nem lesz lehetőség a téli kívánságok beváltására. Ez nagyon fontos, ezt jegyezzétek meg. A bónusz üzlet. Egy új tárgy érhető el a Morlandi bónusz üzletben mindazok számára, akik egyszeri fizetéssel váltak Star Rider-ré. Az éjjeli lovas motoros Jackiről már messziről látszik, hogy vakmerő típus vagy. Jövő héten érkezik, már itt is van az új évi Jorvik lovai verseny. Hát, sajnálom, én ezt annyira nem tartom érdekesnek, de mindegy, tegyük túl magunkat rajta. És hát... most sírni fogok, ezt nem bírom. Srácok, egy hét és vége az egésznek, ennek a gyönyörű látványnak. Elbúcsúzhatunk tőle egy évre. Ez borzasztó, nekem túl kevés volt. Nagyon rövid volt ez az időszak. Én még akarok havas Jorvikot. Most szomorú vagyok. Nem áll. De most komolyan, én még nem akarom búcsúztatni ezt a téli időszakot. Annyira szép lett így a játék, egyszerűen nem, majd nehezemre esik elhinni, hogy egy hét is vége. Na, jó van. Mindegy, azért nagyon remélem, hogy jövőre is lesz ilyen. Hát most nagyon szomorú vagyok, srácok. Most nagyon szomorú vagyok. Amíg még eszemben van, és mivel semmi érdekességet nem tudok most mutatni nektek a videóval kapcsolatban, ezt most értsétek úgy, hogy pont lecsúsztam tényleg arról a rohadt hóviharról, úgyhogy most megnézzük legalább az ajándékaimat, legalább az felvidít egy kicsit. Hátrébb viszem a kamerát egy picikét. Na, nézzük a 26-a. 50 XP, nagyon ráállt a játék mostanság az XP-kre, karakter XP-kre. 200 Jorvik shilling, téli zseton, a kovácsmester patkói, nagyon jó, kaptam patkót, ez nem is baj, nagyon jól jön most nekem. Akkor
Itt van még egy ajándékom. Hóemberes pulcsi. És a 31, ez gondolom egy kis állatka. Nem, barna műszörme nyereg a látét. Hát nagyon remélem, hogy... Jó, már megijedtem, mondjuk pontot nem ad. A legnagyobb örömömre. Hát, srácok, ennyi. És amíg el nem felejtem, gyorsan beváltogatom ezeket a kívánságokat. Azért mutatom csak meg nektek, hogy ne felejtsétek el, hogy ezeket be kell váltani, különben sokra nem mentek vele. Úgyhogy én most itt váltogatok. Hát én szerintem low XP-re fogok pazarolni. Igazából más úgy sem érdekel túlzottan. A Jorvik Shillingnek meg már amúgy is mindegy. Na még kettőt. Egyet meg elteszek emlékbe. Na, hogy. És egyért mit kapok? Na, még kérek. Így. Na, egyet elteszek emlékbe. Elszoktam egyébként. Évente. Na, hát srácok, ennyi. Van most 370 darab téli zsetonom. Úgyhogy hamarosan majd szeretnék jelentkezni egy beváltogatással, mert én még nem is néztem azt meg, hogy egyáltalán mit kapunk, legalábbis nem nagyon fordítottam rá időt. Azt hittem, hogy kicsit tartalmasabb lesz ez a szerdai frissítés, így most nem készültem arra, hogy beváltogatom a cuccokat, de a hétvége folyamán mindenképpen számíthattok majd ilyen videóra, mert hogy folyamatban lesz. No, hát akkor srácok, ennyi, ne haragudjatok, nem tudok újabb információkkal szolgálni, úgyhogy ennek örömére én most elköszönök tőletek. Ennyi a szerdai frissítés, hajkurásszátok a hóviharokat, én most, mint mondtam, lecsúsztam róla, és valószínűleg este sem fogok tudni fölmászni pont ebben az időszakban, de hát ez van. No! Én egyébként hálás lennék, hogyha megírnátok a véleményeteket így a játékkal kapcsolatban, már csak azért is, mert kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről a téli időszakról. Én nagyon imádtam, én nagyon örülnék, hogyha ez tovább bennmaradna, de hát sajnos nem fog, úgyhogy még próbálom az utolsó perceket kielvezni ennek a csodálatos mapnak, mert egyszerűen imádom. Imádom, nagyon jól megcsinálták. Nagyon remélem, hogy jövőre is visszahozzák, és jövőre is itt leszek egyáltalán, hogy kipróbálhassam megint, hogy itt lehessek megint. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és hát mára ennyi. Úgyhogy hétvégén jelentkezem újabb videóval. További szép napot kívánok nektek, és kellemes téli szünetet, mert ha jól tudom, akkor még a héten téli szünet van. Sziasztok!